Sziasztok, én Mence Jögés, itt a FIFA 22 Akadémia Legendák Hartlepool United sorozat 17. része. Három dolog történt, ameddig nem voltatok itt. Két új játékos, és ha jól tudom, akkor egy kölcsön deal. Jól tudom, akkor csak egy, de mindjárt kiderül. Szóval, először is lényeg az, 17. epizód, szerintem augusztusban fogjuk fejezni. Nem fogjuk befejezni, mert lesz egy Leighton, lesz egy Sutton, és lesz egy Preston North End elleni, ha jól tudom, és hát biztos, hogy Carabao Cup a második kör, ami nagyon nehéz megmérettetés lesz, és aztán majd a következő epizódban fogjuk befejezni augusztust a Tranmere Rovers ellen. És akkor jól gondoltam, hogy csak egy loan deal volt, mivel Ferhat Hacsini kiment egy egyéves kölcsönre a Melbourne Cityhez, ha jól tudom. Viszont ki az? Azt hiszem Cairns, neki a nevét sem emlegettük túl sokszor, de jól tudom, ővel is megegyeztem egy kölcsönajánlatra, amiben ugye van vásárlási opció, lehet nem Cairns, de biztos vagyok benne, hogy van egy másik játékos, akinek megegyeztem egy kölcsönajánlatot vásárlási opcióval. Viszont nem tudom, hogy ki volt az. Hacsini biztos nem, tehát ő csak egy sima kölcsönre ment a Melbourne Cityhez. És akkor az egyik új igazolásunk, az egy védekező középpályás, Igor López, 16 éves, brazil, 69 overall, showing great potential, szóval a potenciál olyan 80 és 85 közé tehető. És a második játékos, és valószínűleg az utolsó játékos, akit igazoltunk, és igazolni fogunk ebben az átigazási időszakban, az Pedro Diaz, a 19 éves spanyol bal középpályás, szintén 69 overall, és szintén showing great potential, szóval a potenciálja 80 és 85 közé tehető. És akkor az új srácok lehetőséget is kapnak a Leighton Orient ellen, kicsit kellett rotálni, mert a többiek fáradtak voltak, de úgy nagy része a csapatnak a legerősebb kezdő 11. Miranda, Portman, Stevens, Eberle, Moody, López, Diaz, Hofbauer, Jong, Castillo, Giro, ez a kezdő 11-ünk. Ha jól tudom, akkor Giovanni Portman először kezd. Leighton Orient, Hartlepool. Clay. Kemp. Kemp lő! Mellé. Sotiriu. Brr. Ugyanazt a játékost ketten is elküldték egy hotdogért. Nem tudom, hogy ki volt az, de... Hát, Kemp. Jó labda. Sotiriu! Felső léc, a kipattanót pedig... Stevens feli haza. Sotiriu. Lekészített labda! Miranda közelről. Kemp. Középre. Ott Smith magas! És Mirandának kell úsznia. Smith. Labda érintéssel megveri az embert, Kemp, Rilly, Smith, Miranda, Eberle, Belekembe, Finley Moody, csak ne legyen ott a 16-osunkon belőle a labda. Clay, Kemp, ez is felső léc, és ennek is meg kell fogni a kipattanóját Mirandának. Egy jól időzített passz, Nacho Castillo, Nacho Castillo! Hát kellett várni a fél idő végéig, hogy helyzetbe kerüljünk. És nem is voltunk messze a vezetéstől, viszont Castillo hát inkább kanalazott egyet, mint tekert. Hát most már idegesít, hogy kell ennek a Reilly gyereknek kimondani a nevét. Kérek segítséget. Reilly. What? Reilly. Reilly. Szóval Reilly. Azt hittem valami másmilyen kiejtése van. De most már tudom, hogy Reilly, legalább akkor ejtetem azt ki, hogy Reilly. Reilly. Reilly rátör kapura! És eltalálja a kapufát. Most lehetne futni területbe, mert a Leighton nagyon lassan ér vissza. You know what? Fuck you! 1-0 de a Hartlepool. Florian Hofbauer! Az első gólja az osztráknak. A második Hartlepool lehetőségből ezen a mérkőzésen. 1-0 Hartlepool 10 perccel a vége előtt. Hofbauer. Castillo. Az nagyon szép flick volt. Camille Giroud. Giroud teker! Vigoró, még szöglet, ami nekünk rohadt jó, mert húzni fogja az időt. És Hofbauer helyett nem fog jönni Kristen. Most már... Na, sokat nem számít. Jong szöglete, aki azt tudtam, hogy a pályán van Seo Jun Jong. 90 perc alatt talán ez az egy szöglet volt az egyetlen megmozdulása a koreainak. Viszont a mérkőzésnek vége.
A Leighton eltalálta kétszer a felső lécet, egyszer a jobb kapufát, Gonzalo Mirandának volt vagy 4-5 védeni valója, nekünk meg 3 kaput találó lövésünk, amiből... Vagy 2? Hát 2 kaput találó lövésünk és 1 kaput elkerülő lövésünk, amiből 1 gól lett, és elhozzuk mind a 3 pontot. A végeredmény, Leighton Orient 0, Hartlepool United 1. Tényleg jól emlékeztem, mert Charles Cairns az, aki... Ha minden igaz, akkor vásárlási opcióval megy ki egy éves kölcsönre a Suttonhöz, a jobb középpályás, szóval az a Suttontől múlik, hogy jövőre visszatér-e, vagy megveszi a Sutton őt. A Sutton a következő ellenfél. Én rotáltam egy kicsit, mert 3 nap múlva Preston North End a Carabao kupában, és oda mindenképpen ki akarom küldeni a legerősebb kezdő 11-et, szóval Miranda, Seymour, Stevens, Bateman, Moody, Girard, Kristen, Nushi, Mosquera, Young, Giro, ez a kezdő 11, Sutton, Hartlepool, Giro. Honnan jött a nyíl? Kristen, beívett labda, mit keres ott az a nyíl? Miért van ott? Young. Mosquera, Ujio Mosquera mellé. Nem tudom, mi a rák az a nyíl, de rohadtul idegesít. Hogy lehet eltüntetni? Ezek szerint sehogy. Oké, akkor marad. Show Silva. Beautyman. Show Silva! Most mi kapjuk meg ugyanazt, amit adtunk a Leightonnek. Első lövéssel megszerzi a vezetést a Sutton a 23. percben. Camille Giroud! Mihelyest eltűnik az a rohadék nyíl, egyből gólt szerzünk. 32. perc, Camille Giroud kiegyenlít, 1-1. Ajiboye. Bougiel. 2-1. Szépen szétszeret minket passzokkal a Sutton. És az 58. percben újra náluk az előny. Giroud. Jó labda, Nushi. Fésőn Nushi! 2-2. Kellett 4 perc, kis egyenlítünk. Fésőn Nushi. 2-2. Young, az jó labda, Camille Giroud, Camille Giroud, 3-2, 73. perc, Camille Giroud duplázik, és most van nálunk az előny. Beautyman, Ajiboye, ujj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 , mellé, so, Silva Bougiel, 3-3, 8 perccel a vége előtt, kiegyenlít a Sutton, Bougiel kivégezheti, Miranda. Egy előre vágott, hát nagyon rossz labda volt, boys! Jó, hát szerencsére ez a lövés se volt jobb. Nem hiszem, hogy van elég időnk, hogy mi ezt itt felíveljük. Talán, hát ha Young fejese nem előre felemegy, akkor nem. Hát az biztos, hogy neutrális szemmel ez most nagyon entertaining mérkőzés volt, ez a 3-3. Nekünk annyira nem. Nem tudom most mit mondjak. Azt szerintem akkor jobb lesz a semmit. A végeredmény Sutton 3, Hartlepool 3. És akkor a sorozat eddigi legnagyobb mérkőzése. Most remélem nem fogok hibázni, de ha jól tudom, akkor a Preston a Championship-ben van, legalábbis való életben. Itt nem tudom, hogy esetleg League One vagy Championship, viszont múltkor a Wickhamben egy kicsit beégtem. De lényeg az, ez eddig a legnagyobb mérkőzésünk ebben a sorozatban. A Preston egy nehéz ellenfél, viszont boríthatunk papírformát elég könnyen. Miranda, Acosta, Alvarado, Bateman, Moody, López, Diaz, Hofbauer, Mosquera, Castillo, Giro. Ez a kezdő 11-ünk. Preston, Hartlepool. Megint jön az a jó kis Preston féle walkout zene. Jön hát. Iago López elindul egyedül. Iago López, López lő! És hát az Hudson nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elkúrta. És Iago López meglövi az első gólját. 4. perc, vezetünk a Preston ellen, hát egy elég nagy kapus bakiból. Ujio Mosquera lódul meg a jobb oldalon. Ujio Mosquera középen érkezik. Florian Hofbauer! 2-0 Hartlepool. 10. perc. Oké. Okay. És akkor most indul be a Preston, mert most lett rohadt frusztrált. Andon. Jó labda Maguire! Miranda! Miért nem mondom ennek a labdáim, ahol én szeretném őket, de a Preston ide adja, az se rossz. Giroud viszont elhagyja a labdát. Több fehérmezes érkezik. Potts viszont megvárja, míg visszarendeződünk. Andon. Középre ívelt labda, Maguire! Miranda. Bayliss, Lindsay.
Andon, fordul le, Miranda! Maguire. Andon. Andon! Gól. Most a Preston kezdi jól a félidőt, és ha jól látom, akkor azok Premier League számok. Szóval Premier League ellenfél ellen játszunk. 2-1. Hofbauer. Ah, nagyon jó, Iago López! Yes! 55. perc, Iago López duplázik, 3-1 Hartlepool. Maguire, Alvarado, egy last ditch tackle. És hát milyen jól csinálja az uruguayi. Akosta meg elveszíti. Oh! Miranda! Maguire. Potts. Bayliss. Andon. Maguire. Sarokkal. Whiteman. Potts. Whiteman. Andon. Lefordul! Mi... Azt hittem Miranda kitolta. Negyed órával a vége előtt nehezebbé teszi a Preston. Andon duplázik. 3-2. Most leszünk nagyon hajlamosak hibázni. Ja, tehát mindenkinek a fejében van, hogy ez nagyon gyorsan, nagyon rosszra is alakulhat. Szerencsére, ameddig Gonzalo Miranda áll a kapufák között, addig kicsit lassabb lesz. Whiteman, Potts! Hát nem lett lassabb. 9 perc van hátra. Visszajön 3-1-re a Preston. Potts a gólszerző. Nem érdekel, hogy csak állítsuk meg őket. Nem érdekel, hogy szabadrugás, ki fog lapokat kapni itt, mert hogy három szabálytalanság biztos volt. Az biztos, hogy Cristiano Alvarado kapott egyet. Viszont az a baj, hogy 30 yard az nem közel, de azért onnan is jól rá lehet küldeni. Főleg, hogyha lekészítik, az mellé gurul. 3-3 90 perc után, és hogy a Carabao kupában nincsenek hosszabbítások, szóval egyből büntető párbaj jön. Az első büntető párbaj egy Premier League ellenfél ellen. A rendes játékidő végén Preston North End 3, Hartlepool 3. Andon rúgja az elsőt. És Miranda kiszedi. Hibázik a Preston. Castillo rúgja a miénket. Nacho Castillo berúgja. Előny Hartlepool. Whiteman. Azt nagyon betűzte a side nettingbe. Diaz. Berúgja. 2-1 Hartlepool. Evans. Be a léc alá. 2-2. López, aki kettőt is lőtt a mai mérkőzésen. És most fogja kiadni a büntetőt. Odzon. Nem hagyja ki. Iago López berúgja, marad az előny Hartlepool. Brown. Megpróbálja ki átemelni Mirandán, de nem fog az menni, fiam. És ha Camille Giroud berúgja, akkor megyünk tovább. Vétetetlenül a jobb alsóba Camille. Camille Giroud berúgja. És a negyedosztályú Hartlepool kiejti az első osztályú Preston North Endet a Carabao kupából. Lehetett ez rendes játékidőn belül, viszont nagyon szépen visszaarcolta magát a Preston egy büntető párbajra. De ott hidegvérűek voltunk. És kiejtünk egy Premier League ellenfelet a Carabao kupából. Oké, hogy Carabao kupa, lehet azt mondani, hogy Carabao kupa, ami senkit nem érdekel a másodosztályon alul. De kiejtettünk egy Premier League ellenfelet. A vége Preston 3, Hartlepool 3, büntetőkkel Preston 2, Hartlepool 4. És akkor egy újabb játékos ment ki kölcsönbe. Ian Burns egyéves kölcsönvásárlási opció nélkül az Al Batinba. És akkor ennyi volt a 17. epizód. A következő epizódot augusztus utolsó mérkőzésével kezdjük a Tranmere Rovers ellen, és akkor átugrunk szeptemberbe, ahol szerintem, sőt, tuti biztos, hogy lesz Carabao Cupa meccs. Liverpool. Liverpool a harmadik körben. Jó, hát a következő epizódban még nem lesz, mert ott Tranmere, Newport és Accrington lesz. De a következő utániban, a 19-ben a Liverpool ellen fejezzük be az epizódot. Jó, hát ez most így feltüzelt bennünk egy indulatot, viszont azt az indulatot tartogatni kell két epizóddal későbbre, mert hogy a 17. epizódnak itt van vége. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence szóltam. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind.
hiszen hát, hogy én is szoktam.